Gyerekkoromban én egy farmot akartam magamnak, és meglett a farmom, de az mangalica, azt nem mangalicát akartam. Ők olyan hálások, meg mint a kutya is, vagy nem tudom, de olyan jó kijönni hozzájuk. Szeretnék nektek bemutatni Zsókát, aki alig 5 év alatt elérte, hogy az ország egyik legismertebb mangalica tenyésztőjévé váljon. Szóval ekkorák egy a mangalicák nálam. A család mezőgazdasággal foglalkozott, meg foglalkozik édesapám, nagypapám is. Szerettem gyerekkoromban is állatokkal foglalkozni. Én gyerekkoromban nyulakat tartottam, aztán baromfit tartottam, többfajta tyúkom volt, kacsám volt, libám volt. A terv az volt, hogy ha elvégzem az egyetemet, akkor hazajövök és a zöldségeket feldolgozom, és a melléktermék hasznosítása szempontjából gondoltuk a mangalicát. És meg is pályáztam a fiatal gazda pályázatot, és el is nyertem. Egy 20 kocsában álló törzsállomány volt, és igen, mondtunk rá, és megvettük a 20 kocát, és amikor megérkeztek, akkor a gazda szólt, hogy hát amúgy több, mint vele vemhes, és nem tudja, hogy mikor fialnak, és amikor megérkeztek, igazából rá egy hétre elkezdtek fialni. Úgyhogy elég gyorsan történt a mangalica tenyésztővé válásom. Én akkor igazából még Pesten dolgoztam egy multicégnél, és hétvégente jártam haza. És akkor végül fél év után úgy döntöttem, hogy akkor felmondok a cégnél is, hazaköltözök, és akkor elkezdem igazából a mangalica tenyésztés csinyalbínyát megtanulni. És ahogy elkezdtek fialni, ugye évvégére lett 100, utána 150-200, és most már elértem a 400-as állományt. 60 kocára 4 kan, a legjobb dolguk van. És hogy hívják a kanokat? Gyurinak hívják, Jenő, Géza, meg Misi. Nyilván az állatokat ki kell herélni, a kanokat. Te is heréled ki őket? Nekem van egy ilyen végzettségem, egy állatorvosi szaksegéd végzettségű vagyok. Én nagyon ügyelek erre, hogy akkor ezt is megtanultam, és akkor reggel jöttem, ezt is megcsináltam. Ez az első istálló, az a tenyészistálló. Itt a tenyészállatok vannak. És a második istálló pedig a fízó istálló, ahol azok az állatok kerülnek, akik bennek tovább vágásra fognak kerülni. Ritkábban vagyok kint a telepen, mert nekem a feldolgozása a feladatköröm. Nem én vágom le, hanem elviszem, levágatom. De az elején persze kemény volt. Jó, akkor vigyük el. Viszont a fűszerezést azt én saját magam csinálom, és én azt úgy nem adom ki a kezemből. Na ő egy szép termetes. Na, egy szép termetes jószág, szóval nálam mindegyiket így meg lehet simogatni, bármelyiket. Ja, ilyen kezesek nálam. Az első évben, amikor feldolgoztam a termékeket 2013. februárjában, elindultam az első mangalica fesztiválomon. Az volt az első piacom, és termékdíjat nyertek a termékeim. Elkezdtem piacolni akkor Debrecen, minden nap délutánonként mentem a kis kocsikámmal be Debrecenbe, 2 óra hosszát árultam, és nagyon jöttem haza. Aztán 2016-ban volt egy olyan lehetőségem, hogy egy kézműves piacra hívtak Pestre. És hát rengetegen felhívtak, hogy Zsóka, ne csak havonta egyszer legyek már ott a piacon, hanem ők többször szeretnének tőlem vásárolni. És azért ez egy kemény elhatározás volt, hogy akkor én Pestre menjek piacolni, Pestre járjak fel, azért ez egy hosszú táv, 240 kilométer. A piacon 2 hetente árulok, édesanyámmal szoktam menni. Na, gyere, nézd csak, na gyere. Hát ő egy kb. 250 kilós jószág. Nálunk biotakarmányt tesznek az állatok, kukorica, árpa, búza, napraforgó, mint olyan íze, mint a cornflakesnak, mert ugye semmi más kiegészítő nincs benne. A napfény nagyon fontos. Igen, a ugye D-vitamin. A D-vitamin, sok napfény van, akkor jó a szaporaság az állatoknak. Ő meg azért dünnyög, hogy ő szereti, hogy megsimogassuk. Ő dorombol, igen, mert őt kézzel neveltük fel, úgyhogy bármit lehet csinálni, nem harap ez ilyen. Kézzel neveltét. Az azt jelenti, hogy az anyukája a szegénynek meghalt, és szoptattuk cumis üvegből, aztán megetettük szegényt, jól megmarták. Úgyhogy ő túl kedves mindenkiben, úgyhogy ez a legjobb, mikor álmodnak, és horkolnak, és így elkezdenek rángatózni az emberek, meg elkezd horkolni. Hol a legcukibb. Azért mindig itt a mangalica körül jár az agyam, hogy mit lehetne még jobban csinálni. Mindig ugye a sajátjának tekinti az ember, meg sajátja is, és mindig valami új dolgon, vagy én legalábbis valami új dolgon gondolkodok, amitől még több lehetek.
Nyugodt cseng van, tiszta levegő, friss levegő. Itt nincs a város zaja, nincs a város szmogja, hanem tényleg az ember kimegy és csak a madárcsicsergést hallja. Úgyhogy ennél szebb nem lehet szerintem az állatoknak, és én nekem is jó, amikor kijövök és látom, hogy boldogok az állatok és egészségesek. Ez a legfontosabb, hogy egészségesek legyenek. Azt az életet, amíg itt töltik, azt a rövid időt vagy hosszabb időt, azt úgy éljék, hogy a maximálisan, a legjobb körülmények között, viszont tudom azt, hogy egyszer ők majd levágásra kerülnek, és igen, az asztalra kerülnek, de abból akkor a legfinomabb termék készüljön abból. Mit adnak neked ők lelkileg egyébként? Megnyugvást. Megnyugvást.